Nincs semmi baj. Van még lapát. Az Életfa program keretén belül idén harmadik alkalommal ültettek fákat Bonyhádon. A termálfürdő előtti zöld terület után most a Szecskai városrésznél fásítottak a gyermekekkel közösen szüleik. Több olyan család volt, akik nem első fájukat ültették. Mi már olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy másodjára vehetünk részt ebben a nagyszerű programban, és nagyon örülünk neki, mert nagyon szeretünk itt Bonyhádon élni, és nagyon tetszett ez a kezdeményezés, hogy minden megszületett kisbaba kapjon egy fát, és az előző fánkat is meg szoktuk nézni a bátyússal, hanem is minden nap, de úgy egy héten egyszer járunk arra, mert a közelben van, és most ezt most már ide is megtehetjük, úgyhogy nagyon örülünk neki. Mert mindig azt szeretném látni, hogy a fa szépen cseperedik, és hogy egyre nagyobb lesz, és nagyon szeretem, amikor a kis zöld levélkéi kibújnak és megjelennek, úgyhogy én mindig izgulok érte, hogy rendben legyen és szépen nő, mert valahogy úgy érzem, hogy kapcsolat a gyermek és a fa között az így is megnyilvánul. És szeretném, hogy nagyon-nagyon sok időt érjen meg a két kis fánk, hogy a gyerekek is így legyenek, hogy egészségben nagyra nőjenek. Gömbkör is, mint megtudtam, sajnos nem értek ennél jobban hozzá, de egy gömbkör is fát ültettünk most ezúttal a Andiskának. Legutóbb akkor is volt segítség, de akkor locsoltunk is, és igyekeztünk gondozni, most csak néztük leginkább. Mivel, hogy a locsolás most nem is lehetséges ebben az időben, mint mondták. A Szecskai részen most 22 új a facsemetét ültettek el. Szempont volt, hogy a családoknak is viszonylag közel legyen, illetve olyan helyet választanak, ahol még szükség van a fásításra. Hosszú évek óta támogatja a város az Életfa program megvalósítását, mondta Filóné Ferenci Bolya. Ez a harmadik alkalom, már hogy a faültetésre sor kerül idei évben, de egyébként 2010 óta ültet az önkormányzat életfákat, különböző programok mentén, de most már szépen kialakult mára, hogy Bonyhádas önkormányzata támogatja ezt a programot, a facsemetéket megvásároljuk minden évben, és nagyon örülök annak, hogy évről évre egyre többen csatlakoznak ehhez a lehetőséghez, mint ahogy az előbb említettem, ide 82 család gondolta úgy, sokan első babának, de van, akik már itt hetedik babának, illetve a harmadiknak, tehát mindenfélével találkoztunk, akik a családon belül nem az első fát ültetik. Tettük ezt mindezt azért, hogy erősítsük azt a közösségi tudatot az itt élő fiatal családokban, hogy együtt cseperednek a facsemeték a gyerekeikkel, és talán így a Bonyhádhoz való kötődés is hosszabb távon megmarad. Szerintem ez egy kedves gesztus, és utána ők is így gondolják, ezért tudunk arról örömmel beszámolni, hogy egyre többen jelentkeznek rá. Ezeknek a fáknak élettér kell, és azért Bonyhád elég zöld. Hál' Istennek az elmúlt évtizedekben, sőt az elődeink is gondoskodtak arról, hogy egy olyan környezetben élünk, ami egyre több zöld területet is jelent, parkok mellett is, és az utcákban is, de azért keressük azokat a helyszíneket, ahol még lehet pótolni, és igyekszünk olyan utcákban és olyan tereken ezeket a faültetéseket elvégezni, ami közelebb van a családokhoz, ahol élnek, hogy akkor tudják gondozni, és esetleg locsolni a nyári időszakban, amikor szárazság van, és többször el tudjanak arra felé sétálni, legyen egyfajta kapcsolat az elültetett fákkal, de a kettőt együtt kell nézni. Tehát a családok kívánságait és a város adta lehetőségeket, erre igyekszünk figyelemmel lenni. Mivel az elmúlt egy évben 82 bonyhádi gyermek született, ez év végéig még további 47 darab fát ültetnek el a családokkal közösen Bonyhádon.